Pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nagy Andrea, 7. kerületi képviselő és képviselőjelölt, és kezdik csokolom, jó reggelt kívánok. Most leleplezzük Nagy Andrát, ha így csinálok és megmutatom önöknek az ő pontjait, mi jut önöknek eszébe. Itt volt tegnap egy másik független képviselő, Molnár István, és ez a két független képviselő környezetbarát. Mióta környezetbarát ön is? Hisz úgy tűnik, mintha ugyanabból az osztrák gyárból a hulladékpapírt használnák föl. Hát ez jól látja. Mióta szerintem az eszemet tudom a zöld felületek érdekében. Édesapám vadászott, tehát abszolút természetbarát családból jöttem. Úgyhogy szerintem a születésem óta. Most azt hiszik, hogy valami bulvár jön, de nem, tévednek. Bámészkodom ki az ablakomon, mit látok a sarkon? Nagy Andrát, és mit csinál a sarkon? Kitelepszik a Bethlen és a Péterfi sarkára. Hányas körzet is ez? 8-as választókerület. És semmiféle védőszert nem tesz magára, pedig ott van egy kórháznak a sarkán. Mit tesz ön azért, hogy ez a kórház tovább tudjon működni, és egy kicsit jobban is nézzen ki, mert a forradalom kórháza, de kívülről olyan forradalmian is néz ki. Hát a... Ez a filmkészítők miatt van, vagy... Nem a filmkészítők miatt van. Hogyha egy kicsit belemehetek a választási programba... Először választoljon erre, és utána a program. Mert a kórház is az egyik pont, pontosan a négyes pont, a Péterfi kórház. Akkor kezdjük a négyes ponttal, és nem az egyessel. Hallgatom. Jó, a négyes, a Péterfi kórház. Először is, hogy a külsőleg mit teszek értem. Múlt héten csináltunk egy nagy takarítást az előkertjeiben, ahol szerintem több tíz éves szemét, hulladék, cigarettacsik, tűtől kezdve, tehát mindent találtunk, szépen kitakarítottuk, ugye azóta most a patkányirtók kikerültek. Abszolút önkéntesekkel, kollégák és önkéntesek voltak, akikkel mentünk takarítani. Én azt gondolom, hogy a kórházért, amikor a bezárásért a dolgozók és a kerület lakossága kiállt, azt gondolom, hogy attól a perctől lehet számolni egy olyan időzónát, amikor is elkezdtünk a Péterfi kórházat fejfejleszteni, és remélem, hogy 5-10 éven belül egy szuper kórház körüli tendenciát tudunk majd elérni. Egy kerület, illetve a körzet egyik lakója írt nekem egy levelet, utána írt egy másikat, hogy méltóztassak válaszolni, aztán telefonáltam neki, utána kicsit megsértődött, és azt mondja, hogy nem baj, hogy ön nem érdekli a körzet. Engem érdekel a körzet, csak hát nem tudok minden körzettel külön én foglalkozni, ezért van egy képviselőjelölt. Ön bízik abba, hogy a következő kadenciában még több pénzt tud szerezni a kórháznak, illetve hogy... Igen, én azt gondolom, hogy elindult valami körülbelül 3 évvel ezelőtt, és ez a kórház igazgatósága is megerősített bennem, hogy még soha nem volt ilyen jó az együttműködése az önkormányzattal, mióta felkaroltam maga a kórház működését. Én nagyon szeretném... Ön meg felkarolta a polgármester, mert annak ellenére, hogy ön független, majdnem mindenben együtt működik vele. Ez a cél érdekében, vagy hogy is néz ez ki? Azon, hogy a cél szentesíti az eszközt, ha lehet ezt a csúnya megfogalmazást használni. Ezért vagyok független, mert párthovatartozástól függetlenül kértem én annak idején is a kórháznak a felkarolását, bármelyik képviselő megnézheti az e-mail fiókját, ott vannak a levelek, amiket küldtem ezzel kapcsolatosan nekik. Nézzük akkor az egyes pontot, beszéljünk a lakóiról, mit ígér a lakóknak. Vigyázom, mert én is az egyik lakója vagyok, tudom. És minden szavát tudom, és figyel, bárhol állok épp a környéken, a bármely bármelyik sarkon áll, csak otthon ki ne kapjon ezért. Amit tudok ígérni, amit eddig is tettem, hogy ott vagyok a körzetben, elérhető vagyok a körzetben, a közgyűléseken részt veszünk, ha bárki megkeres, bármilyen segítséggel, és ez legyen egy pályázati beadás. Ugye ezek az emberek, akik szeretnének mondjuk egy nyilászáróra pályázni, vagy szénmonoxid érzékelőre pályázni, nem minden nap adják be. Ha nem is tudok segíteni, megmondom, hogy merre induljanak el. Akár segít ki is tölteni nekik, mert esetleg nincs ilyen gyakorlatuk. Így van. Ennyit a lakóiról. Aztán akkor nézzük, hogy mi a helyzet a Buli negyeddel, és ezek a rövid távú lakáskiadásokkal. Hát kettes pont. Az Airbnb ugye a
ami sarkalatos kérdése, a külső erzsébetvárosi lakóknak a bulina ennek egy vonzata. Arra büszke vagyok, hogy az Airbnb leszabályozását én voltam, aki kezdeményezte egyébként a kerületbe, és hát közel egy év alatt végig is vittük. Azt gondolom, hogy ez egy alap intézkedés, ami most van. Ez azért több szabályozást igényel, mint ami nálunk van a kerületben, illetve országos szinten. Mert például, hogyha van egy társaság, aki azt mondja, hogy engedélyezi az Airbnb-t, megadja a különböző feltételekkel, bemegy az illető tulajdonos, regisztrál, megkapja az önkormányzat hozzájárulását, de menet közben kiderül, hogy közel se olyan szabálybetartóan kezeli ezt az ingatlant, a lakók szeretnék visszavonni, és nem tudják szankcionálni, nem tudja az önkormányzat szankcionálni, és hogyha már kiadták az engedélyt, hiába vonja vissza a társasháza hozzájárulását, az önkormányzat már ezt nem tudja, hanem polgári peres úton tudják. Arról nem beszélve, hogy nekem a maradék a hajam is kihullik, mert amikor az utcán ezekkel a trolikat így cipelik, és húzzák hajnalba, jönnek-mennek, hát az nem egy babazsúr, és akkor én nekem még egy szót sem szólhatok, mert amikor hajnalba jövök a tévénbe, ami úgy szintén a 7. kerületben van fizikailag, látom, hogy akkor még a külső Erzsébetváros ragyogó helyzetben van, mert ott legalább nem szemetelnek, csak bulizgatnak. Hát igen, de azért a köztisztasággal ott is problémák vannak. Pedig a kerület nagyon sokat költött mindenféle berendezésekre, akkor mégis miért nem? Hát nincs, ezt a gördülékeny takarítást prevencionálnám, mert most adhok jelleggel takarítják az utcákat. Nem lehet. Az van, hogy rendszeresen kell egy héten egyszer ugyanazt az utcaszakaszt végig kell faltól falig takarítani. Azért mindenki tudja... Mi az, hogy egy héten egyszer, minden reggel? Jó, minden reggel legyen, de én azt gondolom, hogy ha már egy héten egyszer eljutunk egy utcába, hogy végignyomjuk faltól falig, az autósokat megkérjük, hogy 8-tól 4-ig eljönnek el. Nem lesz elég ideje, értettük a takarítást, Péterfit elintéztük, 5-ös pontnál vagyunk. Fasorok kialakítása. Mire gondol ön is? Feltöri az utat és fákat fásítani, meg füvesíteni fogja a járdát? Mindenféleképpen kellene füvesíteni semmiképpen, de azt gondolom, hogy egy közműtérképet kellene csinálni a kerületbe, ahol is a lehető legtöbb helyre gyökeres fát kiültetni. Ugyanez, ugye a Nefelejts utcában már időtlen idők óta gyökeres fák vannak kiültetve. A Hernád utcában közel 10 éve megvalósult az István és a Péterfi Sándor utca között, ugye ki lettek ültetve fák. Én azt gondolom, hogy sokkal több fa kellene, hogy kiültetésre kerüljön a kerületbe. 6. kerületben láttam egy, nem mondom meg az utca nevét, elég a kerület, egy szállodát. Igen. A nevében is benne van, hogy zöld, és kiszálltam az autóból, és oda mentem, mert kíváncsi voltam, hogy mivel van fölfuttatva. És amikor oda mentem, és meg akartam nézni, akkor kiderült, hogy műanyagfa levelekkel. Hát nagyon lehet, hogy ciki. Esztétikus, de azt gondolom, hogy nem ez a cél. Tehát igazi élő fákat kellene ültetni a kerületben még többet. Mert hogy ezek a műanyagok azért nem termelnek oxigént nekünk. Így van. Önkormányzati cégek mire gondolt? Jelenleg 9 cég van az önkormányzat tulajdonában. Ez sok vagy kevés? Sok. Nagyon sok. Azt gondolom, hogy egy harmadával legalább csökkenteni kellene. Ugye én le is írtam. Privatizálni kéne őket? Igen, és egy felelős vezető mindegyiknek az élére. Itt azt gondolom, súlyos 100 milliókat lehetne megspórolni, amit vissza lehet forgatni, vissza kell forgatni a társasházak felújítására. És akkor már is jön a 7. pont, amit itt megtakarítani, azt a társasházak és a köztisztaságra. Azon a társasházak ma nagyon kevés kispénzi emberek élnek javarészt, vagy pályázatokat kell kiírni, megduplázni a mostani önkormányzati pályázatot, illetve a külső homlokzatot kell preferálni. Van önnek egy 8. pontja, amit nem teljesen értek, mégpedig a következő véget nem értem. Magyarországon van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy rendőrség. A közbiztonság az ő feladatuk. Ugyanez a kerület, illetve a kerületnek, illetve az ön körzetének a széle pont belelóg a keleti pályaudvarba. Mit szeretne? Több rendőrt? Több rendőrt, hatékonyabb intézkedés. Én azt gondolom, az elmúlt adásokban, amikor bent voltam, akkor szerintem érintettük ezt a témát. Péterfi Sándor utca, ott van a Sétáló utca, ez egy olyan sarkalatos... A Bethlen Gábornak Igen, ahol azon, hogy hatékonyabb intézkedésekre lenne szükség. Ezért tartottam nagyon merésznek, hogy ön a Bethlen és a Péterfi Sándor sarkára települt ki, mert ez pont egy sarokkal van ettől a Sétáló utcától, ahol azért egy egyedülálló nőt nem engednék, hogy ott a sarokra kitelepüljön. Én azért ebbe egy kicsit vitatkoznék, mert én ugye eredendően 7. kerületi Bethlen téri
születésű vagyok, Betlen tér 3-ban laktam, ugye most április 1-től a körzetemhez tartozik ez is. Én nem érzem magam veszélyeztetnek, bármelyik környéken sétálok is. Hát ott az a sétáló utca rész, az pedig nekem úgy tűnik, hogy... Előfordult már, hogy van egy ilyen kis kávézó a sarkon, hogy én küldtem el a kérő kunyeráló lumperelemeket, akikkel nem bírt a személyzet, és úgy hívtuk ki a közterületeseket, rendőrséget, hogy intézkedjenek. Én nem érzem, hogy bármiféle veszély. Tehát pont erre a részre szeretnél a közbiztonságot. Igen. Kedves nézőim, a közel 15 percben megpróbáltuk újra bemutatni önöknek, most már többedszerre, Nagy Andrát, aki civil, igazi civil, nem most valamelyik pártból átvetett civilnek, próbál függetlenül mindenféle politikai témától tenni a kerületért, azért a kerületért, ahol született, és azért a körzetért, ahol már eredményeket is tud felmutatni. Én csak azt tudom mondani önöknek, mint minden ilyen bemutatkozás alkalmával, hogy mindegy, hogy ő rá vagy másra szavaznak, a lényeg az, hogy elmenjenek szavazni, és arra szavazzanak, akik tesznek önökért valamit, akik már bizonyítottak, vagy akitől elhiszik azt, hogy bizonyítani fognak. Utolsó szójogám. Hát nagyon szépen köszönöm, és remélem, hogy ön is nem fog szavazni. Hát azt én nem mondhatom meg, hogy kire. Én mindenkire fogok egyszerre szavazni. Jó, rendben, köszönöm. A lényeg az, hogy fölkeljenek az emberek, és elmenjenek szavazni. Most előzetesek, majd következik a mindentől független híradónk, és a híradó után jövünk vissza. Tartsanak velünk. Köszönöm nagyon, Andrának, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Viszontlátásra. Köszönöm.